Ez itt a szószorú gyerekek, egy srác fent Borsodból, meg egy másik lencolnokról, ez a kettő így szónokról. Köszi a lájkot, megosztást, és azt, hogy követtek minket. Na de figyú már, hé hallod, osszad már meg a linket. Mikor eljön a műsoridő, megtökerjük a szöveget, aztán meg az a két inas, megint terveket szöveget. Na kaja, pia, bekészít, megjöttek a műsorszórók, figyelem, mindjárt kezdünk, ez itt a szószórók. Jó politikák, sziasztok! Majdnem elindult az ismétlés. Te jó ég. Léci, dobjatok már meg egy képhang jóval. Meg így ilyenekkel. Ne csináljál már semmit, az meg. Hallotok? Láttok? Vagy valami? Nem, ide megyünk, ide megyünk, ide megyünk, oda megyünk. Lehakítsuk. Jó, ha minden oké, akkor az oké. Ezt nem tudom, hogy miért nem világít már megint. Rendben. Meg, hát ez hihetetlen. Mikor elkezdem, akkor, vagy mielőtt elkezdem, akkor megy. Működj van te. Halló! Tedd már ki azt a rohadt számot, hogy... Na jó, majd egyszer, ha úgy dönt, hogy elbaszkurálom, mindegy. Na gyerekek, öten vagyunk, úgy látom, meg hat pacsim már így az elején, úgyhogy én miért fagytam le? Csak nekem már? Mi van? Mi a jó élet van itt? Jó, oké. Na! Kurta úr, bolond már megint beköszönt itt először, nem tudom, mert mennyire fogja nézni, mert robotol közben. Szia Tenshin, szia Taylor! És szia Robi! Hó, Robi egy kicsit... Tényleg nincs. Smile, hát ez hülye, komolyan mondom. Na, megijesztettem, és már számok is vannak, nagyon jó. Minden van, Robi egy kicsit a szerepeket te úgy félreértetted, tehát én vagyok, aki megmondja, hogy mi van. Úgyhogy 5 kör egész pálya csak neked. Na jó van gyerekek, remélem a zene nem túl hangos, ha igen, akkor szóljatok már rám, meg a mikrofonom egy picit átkerült másik helyre, hogyha valami nem lenne jó vele, akkor szóljatok már rám. Ami a legfontosabb. 26 napotok van még, gyerekek, örülnék, hogyha minél többen beszállnánk ebbe a, vagy beszállnátok ebbe a kis kezdeményezésünkbe, ugyanis hát nem gyűlik. Az az igazság, nem gyűlik annyira. Persze nagyon köszönjük azoknak, akik küldtek már eddig. De még messze vagyunk, tehát azért kicsit szeretnénk többet odaadni. Na most a zene? Ember! Na meg is oldjuk. Szóljatok már a zenére, hogy szóljatok a zenére. Szóval, hogy írjátok már, hogy jó-e már, ha nem, akkor még lejjebb veszem. Sőt, inkább lejjebb veszem, és akkor szóljatok, hogyha mi van. Így. Na. Ott tartottunk, hogy a kutyuknak még várjuk mindig a felajánlásokat, vagy legalább a megosztás, gyerekek, mert ez itt nem vagyunk a toppon, ezt szeretik, úgy látom. Igen.
valamit mondjatok közben, mi van veletek, hogy vagytok, stb. Meg ilyenek. És egyéb. Robi? Ez kész. Ne szórakozzál, fiam! Ebből egész órás felülés lesz. Velem minden oké. Amúgy egyébként Tenshin írta, hogy velem minden oké, és velem. Hát, jó, akkor elmondom, ha ennyire érdekel. Én is jó vagyok. Egyébként tegnap egy órás, bár te ezt pont tudod, egy órás kemény küzdelem alatt, vagy árán sikerült jegyet foglalnom a Zsivány jegyesre, már most. Nem foglalnom, meg is vettem, tehát nekünk már fixen megvan a jegyünk. 16-ára felmentést, Rishnek van felmentése, amiről tudok, Reninek már dolgozik, Kurtának ugye, mert dolgozik. De ő tantestületi tag, szóval neki nem kell. Na. A többiek nem tudom, hol vannak, majd megérkeznek. Úgyis késtem egy picit, csak 7 perce megyünk még. Szóval eddig rendben vagyok. Ja, meg még ami lényeg, hogy ugye holnap vége a novembernek. Már kicsit megmikulásosodtam. Gondoltam rá, hogy nem vágom le, hanem befestem fehérre, és akkor ho-ho-ho. Szia Sándor, Heta küldött? Heta, hát igen, gondolom. Heta mindig azt csinálja, ide küld mindenkit, aminek egyébként nagyon örülünk, hogyha jönnek a nézők. Mindig ide küld mindenkit, aztán vagy megjelenik, vagy elmegy aludni. Ennyi. Ennyi. Szóval ott tartottam, hogy lehet, hogy befestítem fehérre, és akkor én leszek a ho-ho-ho-ho. Nem a horgász, hanem a Mikulás. De nem, ez csak poén volt. Holnap este nekiesünk. És az azért lényeges, mert megrendeltem akcia árért az én kis új szerkentyűmet, ugyanis a Philips hajvágom az azt mondja már, hogy ha be is kapcsolom, akkor ilyen nyugdíjas hangnemben próbálja metszeni az én hajszálaimat és egyéb, mert én a szakállat is azzal vágtam. Viszont most jól jött nekem is ez a, hát nem is a fekete péntek, mert ez azon kívül esett ez az akció. Most egy kicsit lehet hangos leszek. Összehajtogatom. Na, szóval... Holnap... Hát... Jó. Én nem tartom ennyire számon, hogy a híresség közül ki mikor hova ment. Már hogy nem úgy hova, hanem amúgy. De én elhiszem neked. Nem igazán tudok mit mondani ilyen dolgokra. Levágom, csak 10 évet fogok fiatalodni. Most öregnek nézek ki. Azt akarod mondani? Hogy egy-egyen rosszabbal akarod kezdeni? Na, nem, ez csak olyan volt. Megjött az én kis cuccom, ami egy Remington set. Mindössze... Hát, majdnem fél áron volt. Van egy ilyen kis dokkolója, vagy tartóka, vagy mi, ha nem fénylene vissza a lámpa. Ami nagyon poénos, hogy ez nagyon kicsi, tehát engem meglepett, hogy ez ilyen csepp, mert nem nagy, hanem kicsi. Itt van velünk az egyik Anfield a sok nem eredeti közül. Szia, én is örülök neked. Ezt szerintem tőle kéne megkérdezni, mert én nem tudom. Hát a ma még erre nem járt.
Szerintem alszik. Na, szóval megérkezett ez a... Ez a cucc. Jaj. Szia, Viki! Itt van Viki is. Szóval még egyszer megmutatom. Ami lényeges, hogy ez egy Remington cucc, tehát... Szia, Heta! Cső! Ó, mindenki álljon a picsába. Teljesen vizet hoz. Addig nem megyünk sehova. Addig nem is mondom tovább. Kicsit az elején tartok egy ilyen nem unboxingot, tehát kicsomagoltam mindent, de viszont olyan meg szó meg nincsen. Szóval viszont mutogatni lehet. Na. Tessék, te lehet annak köszöngesé, már majd ha visszajöttél, köszöngetsz. Aki nem volt itt, szponzorát védi, igen, nem azért mutogatom, hogy... Nem. Aki nem volt még itt, az lényeges, hogy... ott a lényeg fent, hogy még mindössze 2500 forintunk gyűlt össze a remélt 20 000-ből, amivel a kutyákat tudjuk segíteni. Szia, Arti bácsi! Ó, 1200 éve nem voltál erre, te fiú! Hát a vírusos, jó van, tegyél fel egy antivírust. És a leírásban ott van a videó, ott van a link, ahol tudtok küldeni pénzt erre a kis kezdeményezésünkre. Ha nem is tudtok küldeni, legalább osszátok már meg a videót, legyetek szívesek, és akkor hát olyan még cucc. Nagyon bíztunk benne, betettem egy csoportba a videót, de lehet, hogy be fogom még többször olyan, lehet, hogy nem látták. Tenshin intézett egy dolgot. Van egy kutyás csoport, ahol ilyen menhelyes, meg ilyen árva kutyusoknak keresnek gazdát. Viszont 25 000 tagja van ennek a csoportnak, ahol megosztottam én később a videót, mivel az admin ezt jóvá hagyta. Viszont látjátok, egy forintot nem lőtt, tehát azért kicsit ez is érdekes, hogy 25 000-en vannak egy csoportban, ami azzal foglalkozik, hogy a kutyáknak próbálja jobbá tenni az életét, és akkor tojnak rá. Tehát most, ha 25 000-en küldtek volna 50 forintot... 1200 éve nem értem rá. Ó, Arti, hagyjuk már, nem baj, a lényeg, hogy most itt vagy. Tessék, te visszatértél már, vagy hol még a... Most fúrod a kutat a víznek, vagy mi van? Hát a kifogások, igen. Na jó van, tensény, le vagy te, sajnálva, nem érdekel, majd meghallgatod, vagy visszanézed. Szóval, ez a kis tudsz. Ezt a srácot, ezt nem adták hozzá, mondjuk nekem nem is hiányzik annyira, csak mit tudom, miért bótba lemehetett volna, ha helyettem néha. Ja, és még azt akartam gyorsan, hogy ugye neten rendeltem, rá volt ragasztva egy cetli, ez már a reklámája, rá volt ragasztva egy cetli, hogy garancia érvényesítés miatt felbontva. És ez úgy nézett ki ez a doboz, hogy most ugye belülről próbálom összeszedni, hol a fény, na, hogy itt volt maga a mindig fűrészt akarok mondani, pedig az nem az, illetve nem ezen az oldalon, tehát itt volt a maga a szerkentyű, ebbe a részébe bent az alkatrészek, tartozékok, aztán arra volt egy ilyen rácsukható valami, ilyen kis karton, és ott még lett volna elhelyezve a hálózati töltő, illetve az USB csatlakozó. Nem zenét lehet rátenni, hanem gépről is tudod tölteni. Na, ezt úgy csinálták meg, hogy kivették, jaj, meg volt a dokkoló, hogy ez a kis talp. Kiszedtek mindent, a garilevéhez nem nyúltak, hanem csináltak egy másikat. A dokkoló az benne maradt ebbe a részébe, aztán rázárták a kartont, és ide betömködtek mindent. Ennyi helyre. Hát szerencsére semminek nem lett baja. Arti bácsi, ez konkrétan, ez egy ilyen... Oda is van írva. Hogy ez minden egybe. Ez hajvágó, testszőrzethíró, orrfülszőr, szakálvágó, igazító, minden szar van benne. Tehát, és mondom, annyi pénzért jó volt, főleg, hogy Remington.
ami egy igen jó márka. A szép Remingtonos hajvágon van, kurva jó. Hát, Viki, ez jó, mert ez is az. Multifunkcionális punciamágnes. Hát, annak is mondhat, hogy mi, vagy mi? Hát figyelj, tesó, azt is le lehet szerintem vele, hát vegyél egyet és próbáld ki. Nem tudom, én, amit vele egyszer arra fele jártam, azt már az arcomhoz nem tenném oda. De te tudod, tesó, te tudod, hát... Ja, és a legjobb benne, hogy a fejeket le lehet venni, és a vízzel átöblíted, és akkor gyorsan így össze-vissza ki tudod szárítani, meg mindent, tehát tök jó. Ó, figyelj már, van itt mindenki, nekem most... Hát azt nem ismerem. Porosodik a hajnyírod? Miért nem nő a hajad, vagy mi? Szia Kálmán, szia Jennifer, Viki, azt meg hagyjuk most, mert az tegnap elég volt. Ez fú, gyerekek, na. Jó, hát mivel senki nem mondja, hogy mi van veletek, akkor nem baj. Az a helyzet, hogy szereztem egy kis füzetet magamnak. Szerintem így egyszerűbb lesz a chatfalat is követni, meg írkálni közben, hogy ki mit válaszolt a kérdésekre. Ami most egy tesi tudsz lesz, ugye tudjátok. Hát, Kálmán, ma gondolod, nézz vissza, csak egy gyors élménybeszámolót tartottam, illetve nem is élménybeszámolót, csak egy gyors bemutatót a Remington cuccomról, ami ma jött. Nem tudom, Viki, hogy ez most így hogy függ össze, hogy Lili pörög, és beszéltél Lilivel. Arti bácsi, ezek az órák arról szólnak, most rendszeresítettük minden kedre, én úgy látom, hogy ez bejön nektek, mondjuk neked nem, mert te pont nem vagy itt sose, de a többieknek úgy látom tetszik. Egy 25 kérdéses kis tesztet állítunk össze mindig, és aki a legtöbb pontot összegyűjti, az nyer, terám! Mike-nek, szia! Kezdjük már, mert én 9-kor aludni. Hát akkor csá. Gyerekek. Hát a kész van. Kérdeztem, hogy mizó. Ja, jó, oké. Nem baj, még akkor... Hát... Azt nem tudom, hogy mit nyer a nyertes, amit akar, de... De mindig ez, hogy mit lehet nyerni, mit lehet nyerni? Semmit. Jó szórakozás. Na jó van, Viki. Ezt megjegyeztem. Na, még akkor bemutatom a másik szerzeményemet. Ez kérlek szépen Fame. Tapasztalatot és boldogságot, így ahogy mondjátok. Na, valaki kitalálja, hogy mi ez? Nem tudom, hogy nem fog fénylenni, mindegy fog fénylenni. Mindegy. Mondjuk szerintem, na mindegy. Várok egy kicsit, hogy a chat fal. Blablabla, a chatfalra. Hogy szerintetek ez micsoda? Nem nyomd azt, tuti. Hát, ja. Ez biztos. Hát vagy, hogyha sima kék pacát akarsz nyomni, akkor nyomd a. Is lehet. Gyilkos fémeszköz. Nem. Heta, magyarázd meg nekem, mi a tököm az a teste? Hogy ez így mit jelent? Hogy nálad, vagy... Na mindegy. Senki? Na, akkor csináljunk ilyen övre való dísz. Hát nem. Na, az a lényege, hogy ugye mindenki főzött már, aki nem, az fog. Ugye mindenki vágta már el az ujját szeretelés közben. Na de itt van ez. Amit a mutogató újra fel tudsz húzni,
van egy ilyen kis gyűrűszerű része, és ha ezt ráteszed akármire, amit vágni akarsz, és elkezded szeletelni, akkor a vas nem engedi, hogy megsértse a kés a kezedet, az ujjadat. Rohadt jó, hallod? Hoppá! Azt ugye nem tudom, hogy a zenénk miért nem indult el. Ez hülye, nem tudom, a zene miért nem indult el. Köszönjük Tenshin úr az újabb felajánlást. Hát így lazán megdobott a kutyákat egy... Vagy megdobta a kutyákat egy ötössel. Konkrétan. Hát a 2500 forintok az 7500-ra nőtt már, ami Tenshin úrnak már második felajánlása volt. Úgyhogy örülnék, ha követnétek a példáját. Igen, Viki, ezt onnan szereztem, 300 forint volt, azt hiszem. De tényleg jó. Szia, Viktor! Nem, lehet rendelni gyros, csak nem fog megérkezni, de bármilyen rendelést felveszek. Na, jó, lényeget elmondtam, kb. Cuccokat megmutogattam. Ennyi, kezdjünk szerintem. Szerintem kezdjünk. Ti is úgy gondoljátok, ez a 20 perc már így elszaladt. Főleg, hogyha Kurtó úr nem írkálna rám a médián. Média, a közösségi média. Remek. Jó. Na, jó. Tehát akkor 25 kérdés, ugye, ahogy szoktuk. És akkor kérem a pluszt, aki jelentkezik. Szokás szerint a pluszt. Írjátok a pluszt. Nekem meg remélem, hogy nem fog. Ó, van ilyen tollam, vagy mi ez? Inkább ceruzának mondanám, mivel az, de... Jaj. Tenshin, Kálmán, Taylor. Jennifer is játszik ismét, szuper. Hát ebből a tolból meg ki fog fogyni ez a nyomóka. Ó, de sok. Van még nyomókám. Kicsit várjatok egy fél pillanatot, mert nyomókát kell tennem a bigyulába. Ne törjél már meg. Felborító. Most hol a... Na mindegy. Na mindegy. Már is írlak titeket, csak menj ma bele! Ding 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 ding. Oké, Viki, rajzolj! Köszi, hogy voltál! Nem jön ki a izé a izéből, a izével a izé. Ó, úgy látom, hogy van egy új nézőnk, Réka. Új, remélem új, mert remélem, hogy új. Már hogy érted. Na, írok a másikkal. Na, akkor azt mondja, hogy Taylor volt, akkor jön Jennifer. Arti Heta, Jézusom, sokan vagytok. Lehet, hogy ez mégis hülyeség volt a részemről, ez a füzetkés vacak, mert inkább maradjunk a másiknál. Na. Egyrészt van Tenshin, aztán ki volt még? Kálmán. Mindjárt magamhoz térek, gyerekek, semmi probléma. Kálmán. Taylor. Jennifer. Arti. Heta. Réka. A Vikinek remélem köszöntem. Szia, ha még egy, mégse, akkor szia Viki, puszi, Lirinek is puszi, Kittinek is puszi, mindenkinek, aki ott van.
Réka még új erre felé. Nagyon örülünk, hogy itt vagy akkor. Ha tetszik, akkor mehet a pacsi, meg a feliratkozás, meg ilyen mindenféle apróságok. Alapjáratban ketten szoktam lenni, most egyedül, mert a másik dolgozik. Szégyentelen. Ó, Tenshin, figyelj, már katona nincs itt, átvetted a helyét. Egyébként én nem látok el odáig, de elhiszem neked. Annyi baj legyen, szia. Igen, igen, igen. Igen. Na, akkor úgy nézem itt, hogy jelenleg 7 játékosunk van, ha minden igaz. Tenshin úr, hadd kérjek már tőled egy gyors megerősítést erről, hogy felírtam a mindenkit, mert ha igen, akkor 7-en vagyunk. Na. Szia, Nightbot, te is játszol? Kurta úr, vagy nézed ezt a vackot, vagy ne írkáljál hülyeséget. Miért számolsz 8-at? Kit hagytam ki? Nyolcat számolsz. Jó, tehát te itt áll a műsor előtt, én meg nem. Mindjárt kezdjük. Csak akkor ezt le kéne tisztázni. Bam, 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 bam. Te miért számolsz 8-at? Hát ne idegesíts már. Írd le, hogy ki az a 8, mert én megőrülök. Te, Kálmán, Taylor, Jennifer, Arti, Hetát lehet, hogy nem írtam fel, de Hetát is felírtam. Heta, Réka. Mi van? Teljesen megálltott a víz, úgy érzem. Vagy nekem, hogy nem ittam semmit. Na, miattad nem tudjuk kezdeni a műsort. Na, akkor ugye sportos témában jön a következő dolgozatunk, amit le fogok osztályozni szokás szerint. Az újaknak mondanám, hogy az eredmény majd a Facebook oldalunkon lesz kitéve, 11:30 körül. A leírásban megtalálható a Facebook oldalunk. Azt is az újaknak mondom, hogy ha esetleg jó Réka írt a chat falra, de ha valaki esetleg nem írt volna, viszont új és viszont követni akar minket, akkor ugye itt is feliratkozhat, meg a Facebook oldalunkat is be lehet követni, ami lent van a leírásban, ezt jól elmondtam kétszer mindent. És ott lesz kint az eredmény, 10:30 tájékán. Réka látvány elvitte a Tenshin eszét, hát ez az. És egy késői jelentkező, de még megoldjuk. Gyerekek, Anfield is velünk játszik. Hát, kellene több. Na, akkor szerintem kezdhetjük. Első kérdésem hozzátok, felétek, nektek. Melyik sportág nem szerepel az öttusában? A kerékpározás, az úszás vagy a párbajtőr? Lehet ABC-t is írni, tehát. Tehát A. kerékpározás, B. úszás, vagy C. párbajtőr.
Arti szerint a tőr. Réka szerint is. Kálmán, mindenki szerint Kálmán, Tenshin. Taylor kerékpár. Jennifer is tört, mond. Hetát és Anfieldet várjuk még. Heta is a tört írja. És már akkor csak egy valakit várunk. Azért mehet a Google, persze, de kicsit gyorsabban. És 5, 4, 3, kerékpár. Meg is érkezett. Azt kell mondjam, gyerekek, hogy 2 jó válaszunk érkezett az elsőre, ugyanis kerékpár nincsen az öttusában. Már is ugorhatunk a második kérdésre. Ez egy lájtos, ezt mindenki tudja. Hány játékos van egy vízilabda csapatban? A 4, B 6, vagy C 7? Arti szerint B. Kálmán szerint is B. Jennifer is azt mondja, hogy B. Jaj, teljesen azt mondja, hogy B. Réka szerint 6. Anfield és Heta pedig 7-et mond. És Taylort várjuk. B válaszza. Na, most gyorsak voltatok mindannyian. Itt viszont már nem mondom meg, mi volt ez. Az első az csak... Nos. Harmadik kérdés. Ez kicsit nehezebb. Sumóban az nyer. A. Akinek az ellenfele elesik vagy kilép a körből. B. Akinek az ellenfele fél percen át képtelen felállni. Vagy C. Aki 3 perc alatt több értékelhető akciót hajtott végre. Kálmán A. Jaj. Háromos kérdés, Kálmán A, Tenshin A, Arti A, Réka, de mindenki A, Taylor, Jennifer, Anfield, Heta volt már? Nem, Heta még nem volt. Heta. Várjatok, még szkenneli a YouTube-ot, vagy mi? Google-t. Most fogom bevezetni azt, hogy aki fasságokat ír, azt kibannolom 10 percre, és akkor szevasz. Vagy mennyire szoktam? 5-re? 5-re. Hát Heta, még egy lövésed van. Eddig azért már volt vagy 4 dolgozatunk, én elviseltem ezeket a fasságokat, de játszunk már normálisan. Tehát a plusz B olyan válasz, ami nem volt, úgyhogy ezt nem tudom elfogadni. Sajnálom. Megint egy lájtos, a negyedik kérdésünk is egy tök lájtos téma lesz. Hány játékvezető van egy NFL mérkőzésen? Tehát ez az amerikai foci. 2, 7 vagy 4?
Szia, Titán! Turbo Titán megérkezett. És nyitott egy kettővel. Várjál még, akkor téged felírlak, mert alig késtél el. Kettő réka négyet, mit mond? Kálmán kettő. Tenshin írt egy hetet. A többiek így keresnek a billentyűt. Arti 4. Jennifer 2. Anfield szerint is 7. Miért ne játszanak? Most késett három kérdés, most ez végig. Taylor, elvittek a bacillusok? Halló, hol vagy? Megáll a live. Hát én nem tudom, hogy miért. Nekem megy. Ja, dobj a gépet akkor. Dobj ki! Persze, dobj ki! Pillanat. Egy kis igazítást végzek itt a táblán. Jó. Ne a gépet, hanem a netet. Az egész netet kidobja az ablakon. Megszűnik a világon az internet, mert Taylor kidobta. Mehet az ötödik kérdésünk? Hát hogy ne mehetne? Melyik fegyver nincs a vívó sportban? A. Tör, B. Szabja, vagy C. Kard? Elfogy a nyálom, gyerekek, annyit beszélek. Hogy Titán azt írja, tör. Arti bácsi szabját ír. Taylor is szabját ír. Jaj. Réka B. Majd ezt én visszakeresem a végén, hogy mi volt, mert már így nem tudom. Kálmán szabja. Jennifer B. Volt még valaki? Heta és Anfield, meg Tenshin is, ha egy Tenshin B-t írt, jó. Heta szabja. Anfield B. És akkor egy pici nyelvtanulra csempésznék az egészbe, a szabja nem pontosé. Csak úgy érdekességképpen mondanám el. Na, eddig jól állunk, gyerekek. Fogalmam sincs, kinek hány pontja van, mert össze-vissza irkáltam mindent eddig. De nem baj, ahogy mondtam, a Facebookra kikerül majd az eredmény. Igen, hatosan, ugye? Hatos. A tör jó volt írva, Titán, csak nem az a helyes válasz, de semmi baj. Hatos kérdés, legfeljebb hányszor lehet hosszabbítani egy kosármeccsen? A. Ameddig győztes nem születik. B. Háromszor, vagy C. Egyszer. És a Nightbot nagyon jól írja, ott van a link, aki nem kattant még ránk, az kattanjon. Pacsi érte. Melegesen jegyezném meg, hogy a fotós oldalamra ilyen naponta ilyen 15-20 megtekintés jön, a lájkok meg nem nőnek. Gyárékék. Titán 2, Réka A, Arti A, Heta 3. Hol van Heta? Azt hittem kitöröltem, nem, csak poén.
Titán, sajnálom, az első választ fogadom el. Tehát javításra nincs lehetőség. Taylor A. Jennifer A. Szia, Anfield, kösz, hogy voltál, majd nézd be, hogy legközelebb is, ha gondolod. Tenshin is A. Kálmán szerint pedig a hármas válasz a jó. Jól van, mindenki leadta a voksát. Hát nem tudom titán, hogy mi lesz a jó, de majd a Facebookon megtudod, hogyha nézed. Ha megnézed az oldalunkat, 10:30 tájékán van. Tájékán, valami ilyesmi. Szóval, akkor lesz eredmény. Jöhet a hetedik kérdésünk. A sakkban mi a lónak a hivatalos neve? A. Lovas, B. Huszár, vagy C. Kardos? Úristen, már a hetedik kérdés. Jaj. Réka, a titán, olyan válasz nem volt. Tenshin B. Hetta. Huszár. Taylor és Artis. Huszárt ír. Jennifer is huszár. Már hogy a válasza. Kálmán is huszár. Ó, szevasz Isti! Téged is felírlak, kicsit késtél, de a lényeg, hogy itt vagy. Hetedik kérdés, de beírtam neked a huszárt. Az a baj, titán, hogy ha hetának az egyiket nem fogadtam el, mert olyat írt, ami nem volt, akkor sajnos neked se tudom. Úgyhogy megyünk is tovább. Sok fake csatorna, he? Jó van, hát most tényleg nem kell irigykedni, hogy ennyi sztárunk van itt. Még ha kamu sztárok, akkor is. Amúgy én beteg vagyok vasárnap óta, mi bajod van? Te jó ég. Így van, jobbulás természetesen. Taylor, de gonosz vagy. De melyik? Pillanat, valamit meg kéne néznem. Fél perc. Igen. Kösz. This... Ne dumáljál már nekem, csöndbe legyél. Mondd ezt Gyuribának, micsodát? Ja, hogy a igen. Az igen, titán, hát akkor valami vírus, te beszedtél, úgy látom.
kicsi kínai megszólalt. Jézusom, mi van itt, gyerekek? Ki itt a kínai? Ahogy jól tudnám, hogy... Nem... Nem találok valamit a táblázatban, amire szükségem lenne. És a régebbiekben tudtam, hogy hol van, de most 2013-osban nem tudom. Hopp! Megvan! Ó, de király vagyok! Na! Azt hozzá, itt lévőknek Rich mondta, hogy üdvözlöm benneteket. Rich, mi is téged, nem tudom, hogy tudsz-e neki visszaüzenni Tenshin, de ha igen, akkor gyógyuljon meg minél hamarabb, aztán húzzon ide vissza, mert nem állapot, hogy nincs itt. Lassan annyi feliratkozód lesz, mint Anfieldnek. Ez most, ha nekünk szólt, akkor köszi, de most még azt hiszem nem. Meg ketten vagyunk. És hogy nem nekem, hanem nekünk, de ha nem nekünk szólt, az értelmesebb lenne, mert van itt, akinek több van. Jó, mehetünk tovább, mert sikerült megoldanom a megoldatlant. 8-as kérdés. Mindenki figyeljen. Judóban hogy nevezik a teljes értékű dobást? A. Koka, B. Ippon, vagy C. Yuko. Titán Yuko-ra tippel. Tenshin C-re. Ami amúgy ugyanaz. Heta B, Réka C, Taylor Ippon, Réka közben két kérdés között, amíg a többiek válaszolnak, leírhatod, hogy hogy keveredtél ide. Meg hogy tetszik eddig, meg minden, meg ilyesmik. Arti B, Jennifer C, Kálmán C, Ippon vagy Gibbon? Hát, az egy színész, Mel Gibbon. De ez nem volt jó. Ez nagyon nem volt jó. Csak eszembe jutott, mert van egy ilyen kép, nem tudom melyik hülye találta ki. Jó. És van üzeni, hogy a javítás folyamatban. És Isti is válaszolt egy C-vel. Jó. Néztem, hogy milyen árak mennek, és így találtam ide. Aha. Nagyon helyes, hogy ide találtál. Örülünk neked, maradj is itt. És mit lehet amúgy nyerni, Titán? Hát szeretetet, megbecsülést, igen, és a nagy betűket anyagoljuk, mert nem tetszik a kis haverunknak, akit amúgy én állítottam be, hogy gonosz legyen. A fődíj én vagyok. Na jó, nem ez hülye poén volt, de nincs fődíj, ez csak egy kis szórakozás. Persze lehet, hogy majd esetleg valamikor a későbbiekben olyat is csinálunk. Elképzelhető, hogy lesz egy karácsonyi sorsulásunk. De ezt még meg kell beszélnem a csapat másik tagjával.
Szóval Réka, örülök, hogy ide találtál. Biztos a csapatunk másik tagja Kurta is nagyon örül, hogy többen vagyunk. Szerintem PS4 vagy Xbox van. Nem, PS9-et akarunk amúgy kisorsolni, csak még most hegesztjük a kapcsolásra, ez már megvan. De kicsit még egy darabig el fog tartani. Azért ez a nem semmi, gyerekek. Ha valaki meglátja, hogy nyomja a live-ot egy ilyen szőrös állat, és mégis bejön. Akkor jó, megvárom. Hát 2027-re kész leszünk vele. Kurta azért nincs itt he. Miért nincs itt he? Ja, mert hegeszti azért? Persze. Faragja az alkatrészeket. Kurta már mindjárt vége, az már csak egy órája van. Jó, kicsit több. PS9-et hegeszti, igen. Na. Közben dobjuk fel a 9-es kérdést itt a népnek, mert jaj. Takó borotálkozz meg, és több lesz a feliratkozott. Arti, az a baj, hogy ennél szexibb már nem lehetek, tehát azért... Nem, egyébként... tényleg ugye ez a no shave miatt van. Most ekkora szakála. De szólna véget ér. Már csak két nap, így van, megjött Kurta is, benézett ide hozzánk. Kell az a szakáll, hát kell, de nem ekkora, tehát azért fogok belőle metszeni, hogyha már megvettem a kis cuccomat. Na jó, nem reklámozunk ennyit, de tényleg jó. Várjátok már gyereke, felsőtettem a 9-es kérdést, elveszitek az agyatokat. Elveszitek az... én agyamat veszitek el, nem a sajátotokat, na. Artit megerőszakolták az ufok, sok szerencsét hozzá, kendbe kanesztennel. Na, 9. kérdés, melyik a legnagyobb? A. Egy kézilabdapálya, B. Kosárlabdapálya, vagy C. Teniszpálya? Várom kérdés. Nem, a válaszokat várom. Nem is ittam semmit, basszátok. Titán C-vel támad. Hát Arti lemaradt el. Melyik a nagyobb? Kézilabdapálya, kosárlabdapálya vagy teniszpálya? Réka B. Taylor Zoranban ilyen vágókát? Taylor szerint... Hol van Taylor? Kosár? Arti C, Tenshin C, Heta C, Jennifer is C. Szevasz Bence! Kálmán B, és Bence C. Hát ennyi. Mondjuk az a bizony, hogy Bencének elég most jönni, hogy nyerjen, de mindegy. Eddig ő nagyon sokat nyeregetett. Mit akartam mondani? Ja, hogy Titán írta, hogy nekem a pisztolyom a háromszor ekkora szakáll, vagyis a szőr. De hol? Meg hogy revolver, vagy szekrénytáras, vagy... Meg hogy nem akad be a... Na mindig. Isti meg egy B-t válaszolt itt a kérdésünkre gyorsan. Kurta mit dolgozik, hogy ide is figyel? Hát ő tudod, azt mondja, hogy dolgozik, de csak beállítja a gépet, aztán azt teszi a dolgát. Filmkíra is szokott itt lenni live-ba? Ó! Oh. Ha még kéne? Ne, vagy miért kéne? Szóval miért lenne? ...22-es Remingtonod? Nekem meg egy All-in-One kit! Szintén Remington. Kurta, láttad? Megjött a Remingtonom.
Titán, neked meg a többiek megválaszolták, hogy mi a helyzet. Dum, 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 dum. Na, tizedik, le vagyunk kicsit maradva, és már csak egy óránk van. Hány nyert meccsig játsszák az NBA nagy döntőjét? 4, 5 vagy 2? Titán 4. Réka 4. Ó, oh, szia! Van egy új nézőnk! Vége. Egyrészt szia, másrészt nincs vége. Harmadrészt meg ilyen névvel. Te jó ég. Nem, nincs vele baj, csak vicces. Sátáni kecskék, te jó ég. 4, 4, 4, 4. Annyit mutatod azt a Remingtont-nak, hogy a végén még ő fognak a kutyusoknak küldeni pénzt. Hát nem lenne baj. Bence 4. Mindenki 4-et tippelt, kivéve Hedát, illetve még Isti hiányzik. Már hogy a válasza. És 4. Jól van, mehetünk tovább. Tovább, tovább. Zene mehetne a háttérben amúgy. Arti bácsi, megy a zene, csak szólok. Tényleg megy. Ugye belenézek már, hogy tovább, tovább. Zene mehetne a háttérben amúgy. Arti bácsi, megy a zene, csak szólok. De megy, live alatt is. Meg hát most... Annyira nem akarom én ott felhangosítani. Picit ráemelek, hogy hát ha akkor hallott te is. Úristen, majd rámentettem a YouTube-ra. Jó van, kurta, hagyjál már live-ozni. Jól van. Ó, titán, nem szabad. Nem szabad, itt nem lehet olyanokat. Ennyi. Ezek az én saját alapjaim. Egyébként. Szia, Attila! Sziasztok, jelentkezek a sorsolásra. Milyen sorsolás? Most vagy én maradtam le, és valamit hirdettünk, amit nem. Nem lehet hallani a zenét? Picit még akkor ráteszünk. Megnézzük, hogy hát ha így. Hát ha így. Közben ezt a sorsolásos még mindig nem értem, de majd idővel elválik. Na, a 11-es kérdésem. Hány milliméteres egy pingponglabda? 56, 38 vagy 40? Taylor, nem. Most vettem, mi van veled? Titán 56-ot ír. Ahol a tévében van a fejem. He. Réka 40. Tensős 45 ír. Taylor is 45 ír. Jó, jó. Hát a 38. Jaj, nem jó.
Arti 38, Isti 56, Bence 40, Kálmán 40, Jennifer is 40. Ó, oh, hello, hát üdv az újaknak, csak úgy annyira ez nem nyert. Így van, Tenshin, köszönget helyettem, sziasztok! Gyerekek, mivel a fele már lement, válaszoljatok, ha gondoljátok, de azt már nem fogom belerakni, mert szinte felesleges. Itt a... Igen. 12. kérdésen, úgyhogy... Ez úgy jó, ha az elejétől vagytok. De persze, ha most találtok ide... Ó, oh, Gábor, szia! Hát igen. Az én procim 4. Gábor, elkéstél igazolatlan óra. Hát hogy lehet ezt így jó? Biztos dolgoztál, tudom csak. Viszont ne haragudj Gábor, téged sem foglak már beleírni, mert ugye felénél vagyunk kb. Úgyhogy... Ja, ma kutyáztál? Hát nem baj, az is több, mint a semmi. Jó, azt tudnál jó játékot nyomatni live-okba. Valami nem jó egyébként. Nem tudom, hogy miért. Vagy valami beállítási probléma, vagy nem tudom. Na, kezdem az enyém. Pici szünetet tartunk, nem sokat, de egy pár perc. Szóval, ugye van egy 4 magos proci, 8 giga RAM-om, egy 4 gigás videókártya. Szia, bébé! Aminek nem kéne megfogni semmit, és az új kod is megy, tehát úgy szaladt, hogy utolsó érem. Viszont az Nvidia-nak én a saját kódolóját akarom használni OBS-be, amit ő nem szeret, hanem így kidob. Elkezdem a live-ot, és akkor bum. Ha meg az X264-es kódolót használom, akkor úgy fagy, mint a szar. Tehát akkor viszont nem is megy a kép. Ezt kéne majd összeegyeztetni valakivel, aki... Szevasz, katona úr! Ciao, hát te is! Te is elkéstél, már a 12. kérdésünk jön. Úgyhogy majd ti legközelebb szálltok be, aki még most itt új, meg most jött. Igen, 12. Nos, a 12. úgy szól, hogy a snookerben milyen színű golyó nincsen? Barna, lila vagy sárga? Hát itt áll, ihetett. Te tudod. Jó, erről tudja mindenki, hogy alapból AMD párti vagyok. Viszont én megvárnám most az új AMD procit. Mert hogy esélyes, hogy meg fogja fingatni a iheteket. Tension lila, Kálmán lila. Már nem Kálmán lila, hanem a válasz lila. Hát a...
Nem. Még ha procin veszekedhetünk is, videokártyában mindenképpen Nvidia, tehát az AMD megvette az Atinak a szarját. Nem. Nem. Az nevetséges. Bence Lila. Ezeket hogy szoktam összeállítani? Találtam egy nagyon jó kis oldalt, ahol tesztkérdések vannak, és onnan szoktam összegondolni 25-öt. Sajnos nem, az oldalt nem fedhetem fel, mert akkor ugye egyrészt kifogyok a válaszokból, mert mindenki tudni fogja, hogyha kitölti őket, de tényleg jó. Várnám még Hetát meg Istit, hogy Heta. Lilla az egy nő. Heta. Kicsit sok volt a betű. Semmi baj. Isti még remélem nem jött, mert nem láttam. T80-as Nvidia, na hát jó, oké. Nekem egy GTX 750 van most, 4 gigás, mert erre volt pénz. Még hát igazság szerint én most, ami elmegy vele, az a játszok, kész. Köszi, bébé, köszi. Igen. Tényleg úgy veszük észre Kurtával, hogy ez tetszik nektek ez a tesztes dolog. Na szevasztok, megyek Lila. Oké, ezt még beírom neked Isti, de oké. Jön a szerencsés kérdésünk, a 13-as. Tiéd erősebb videókártya, hát gratulálok hozzá, hát én nem fogok senkivel versenyezni. Majd ha megnyerem a lottót, akkor olyat veszek, hogy 8 videókártya lesz benne. Ja, meg köszi, hogy voltál Isti, persze, természetesen, ha ezt elfelejtettem volna mondani, csak már annyira benne vagyok mindenben, hogy jaj! 13-as kérdés. Hány kilométer a maratoni táv? 40 kilométer és 550 méter, vagy 42 kilométer és 195 méter, vagy 45 méter és 200 méter. Köszi Taylor, hát remélem úgy lesz. Megnyerem a lotot, mindenki a vendégem egy videókártyára. 13 Tenshin B. Bence B. Heta B. Réka A. Arti B. Titán B. Hali mindenkinek. De tenyésítem, mindig köszönsz, ha írok. Taylor B. Hát jó van, most örül neked, mi van akkor. Jenny B. Kalman B. Ki hiányzik még? Már senki, mert Isti ugye lépett. Jézusom, hol vagyok? Jaj, nem itt. Jézusom, mi van itt? Na. Ezt már szeretem, amikor ennyien vagyunk és pörög a chat. Igen, annak én is örülök. Hello, Katona papa! Turbo, ha dolgozol a fizóba, félrehetsz pár hónap alatt, össze lehet egy jó gépre gyűjteni, én is azt teszem éppen. Hát ez van, igen. Már hogyha van normális melód, mert azért a mai világban az se nagyon lehet. 14. Dolgunk. Hány méterről dobnak büntetőt a kézilabdában? A 4, B 11 vagy C 7? Akkor vegyél el gépet, ha megnyered lottót. Vegyek el gépet, kitör? Honnan? Miért? Arti 7. Tenshin C. Réka 7. T
Taylor. 7. Tüdüm. Egyébként katona, értem mit írsz, de lehet, hogy összedobnék egy új gépet, ha megnyerném akkor, de nem a gamer gép lenne az első, amit megvennék, az biztos. Tehát... A gyerekek, a többieknek nem működik a Google, Bence 7. Jaj, hogy neked? Nem. Meglátjuk. Először meg kell nyerni, majd utána megbeszéljük. Heta is hetet írt. Jennifer is hetet írt. Kálmán és Titán még elvesztek az éterben. Hét. Így van, Kurtónak maximálisan igaza van. Halló, Titán, merre vagy? Így van, a nagy promóterünk megjött. Köszi Gábor a támogatásokat. Igen, a kutyás az nagyon fontos lenne. Tehát abszolút fent lesz Facebookon az összes számla, tehát nehogy az egyetek, hogy mi is most magunknak elteszünk egy forintot és abból nem. Turbo chic. Hát lehet amúgy, hogyha szarul van. Réka kérdezi, ha már itt tartunk, ti mit vennétek először, ha megnyernétek, ha nyertétek a lotton? Először. Jó, hát én tudom, hogy mit vennék először. Kurta, te meg tanulnál meg kezelni ezt a telefont, meg kidobom a picsávot, tényleg. Hogy lehet valaki, gyerekek, hogy lehet valaki ilyen, mikor Androidon se tud normálisan leírni egy szöveget, és erre vesz egy iPhone-t, ami még a jót is kijavítja. Nem értem. Réka, hogy válaszoljak a kérdésedre, ha megnyerném a lottót, és nem ilyen kis pár milliót, hanem hogy tényleg nagyot, akkor... Jó, hát az más kérdés, hogy persze valahova biztos odakoznék, de az ugye nem vétel. Meg hogy a család is... Milyen villanja? Meg hogy a család is kapnák, stb. De ha venni kéne valamit, akkor egyértelműen a életem autóját venném meg, ami egy Ford Mustang, tehát ez biztos. Ennyi. Bence feliratkozót venne. Tenshin házat, kocsit, többi megy a bankba, ami nagyon jó döntés, bár bankkal is lehet vigyázni. Gábor körülbelül ugyan erre, katona egy fasz a gépet, meg kifizetni az adósságot. Hát igen, mondjuk igen. Az se jó, ha van. Bence ugye feliratkozót venne. Taylor kész droglabort, hát valami hasonlóra számítottunk. Hasonló válaszra. Na jó, gyerekek, megyünk. Titán lehet, hogy épp rosszul érzi magát, de attól haladnunk kell, mert nem fogjuk befejezni. 15. kérdésünk. Melyik sportágban nincsen kapus? A kézilabdában, a röplabdában, vagy a vízilabdában? Ó, jó Isten, én meg nem figyelem a falat. Na.
Várjátok csak, Arti B, Bence B, Heta B, Tenshin röplabda, Réka B, nem, amúgy amit szeretnék, azt nem lehet pénz megvenni, boldogság meg egészség. Jó, térve persze, hát ezek alap dolgok szerintem mindenkinél, de most konkrétan a vételre irányult a kérdés. Taylor is B-tier közben, Jenny is. És... igen. Kálmán? Kálmán B-t mond, egy picit várunk még turbóra, hát ha visszakeveredik. Foci kérdés, nem lesz vagy lesz? Hát az jól megválaszoltad. Vagy lesz vagy nem lesz. Úgy látom jelenleg az én információim szerint, bár még most ráfrissítek egy gyorsat, az infóm szerint úgy nézünk ki, hogy 12 nézünk van jelenleg, és 13 pacsink. Valaki itt volt és lelépett. Ennyi. Egyszer lesz, hol nem lesz. Vagy droglaboros kérdés. Heta FC, persze. Köszi a pacsikat, gyerekek, meg úgy látom a feliratkozások is érkeznek. Nem tudom, hogy miért nem írja ki megint a feliratkozót. Fogalmam sincs, mert ráküldtem egy tesztet, akkor felírta. Még lehet, hogy tényleg csak a nyilvánosokat. Nem érdekel. Majd, ha szerzünk normálisat, rendesen kiírja, akkor kiíratjuk. Na, 16-ossal tudunk menni tovább. Hogy hívják a sakkban a döntetlent? Sakk, matt vagy patt? Én elaludtam. Hát, ha te sose voltál ébren, én úgy érzem. Ahogy a paraszt mondaná, egy elektronyos autót a tanyára. Nem tudom, hogy ezt kimondaná, de... Arti C! Tenshin, nem tudom elfogadni a választ, sajnos. Réka pattot ír. Hát Tenshin, sajnos, ha másnál nem fogadtam el, akkor nála sem fogom. Taylor C-t ír. Heta pattot ír, Kálmán C-t ír, Jennifer C-t ír, Bence. Inkább egy SMS-t küldje neki. Kinek? Én? Kinek? Éhes vagyok, mennyi kérdés van még? Hello, nincs evés. Mennyi kérdés van még? 9. Bence szerint 3-as válasz a helyes. Jézusom. Esetleg még várunk. 5, 4, 3, 2, 1. Bum. Sajnos nem érkezett választ Titántól. Hát igen, ha most ő szarul van, akkor valószínűleg is szaradgálni kell ki. Vagy csak simán itt hagyott minket. Hát ez is lehet. 17. kérdésünk. Hány lyuk van egy standard golfpályán? 17, 18 vagy 20? Hetának élénkítőszer kéne. Nem, inkább altató, mert így is ír kell fasságokat, tehát ennyi. Szia Csaba! Üdv a csatornán, te biztos, hogy új vagy, mert még itt nem láttalak, meg valószínű Gurta úrral együtt nem láttunk, aki ugye nincsen itt most. Heta írt egy 20-ast, ez tuti. Igen. Jöhetnek az adakozások a kutyás dologra.
Tencsin úr megpörgette az estét egy 5000-es felajánlással, úgyhogy jöhetnek, jöhetnek. Természetesen, ahogy mondtam, minden utolsó forint kutyakajáról, még a 18, számla lesz fent a Facebook oldalunkon, úgyhogy meg tudjátok nézni, hogy egy forintot nem teszünk el. Jennifer 20, Bence 18. Artit várjuk és Kálmánt várjuk, Arti lehet elment enni. Igen, 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 Gábor, megint promótál, szóval Csabának szólnak szavai. Így van, de természetesen Arti 20. Természetesen aki néz minket és tetszik neki, amit csinálunk, amit most én egyedül csinálok, de ez nem marad sokáig így, Kálmán és egy 20-as tír, az nyugodtan iratkozzon fel, dobjon egy pacsit. Facebook oldalunk a leírásban, ott is szét lehet nézni, meg ilyenek. És még egyszer kérnék mindenkit, legalább egyszer osszú meg a kutyás videónkat, mert az fontos, még 26 napotok van, karácsonyig mehet a játék. Ami nem játék, csak... na. És akkor jöhet a 18. A teniszben mit jelent az ász? Ha a fogadójátékos nem tud hozzáérni a szervához, vagy ha a fogadójátékos nem tudja visszaadni a szervát, esetleg ha a fogadójátékos egyből pontot csinál a szervából. Én egyszer saktáborban voltam, de hazajöttem, mert rossz volt a kaja. Úristen, Heta, most lehet, hogy egy Lékó Péterrel kevesebben vagyunk. Taylor B. Teljesen C. Réka A. Heta B. Kálmán A. Arti A. Arti, novemberi fizetését elküldött? Hát azért annyit nem gondoltunk, de a leírásban Jennifer is közbe A-t ír. Szóval a leírásunkban ott van egy link, hogyha mű volt az A, teljesen mindegy, mert már válaszoltál egy B-t. Ja nem, át. Bocsánat. Heta át írt. Szóval Arti, ha most megnézed a leírást, akkor ott is bent van. Tehát az első linken tudsz küldeni adományt. A második link ugye a videó, de rögtön az elsőnél viszont tudsz összeget beírni. És akkor jöhet, ha gondolod. Ezt gyorsan még átnézem, mert közben... Taylor B, igen, Tension C. Mondhatok, ez van mindenki átírt. Igen. Bence? Bence, hova mentél? Bence! Ah. Meg is jött. Csak kiabálni kellett neki. Látod? Szóval Arti bácsi, ha komolyan gondoltad esetleg a... hogy valami összeggel megtámogatnád a kezdeményezésünket, akkor azt szeretettel várjuk. És akkor a leírásban ott a link. De ha nagyon szeretnétek, akkor ide is betudom. Pakolni. Fáradt vagyok a vírustól, küldök, csak jöjjön meg. Oké, Arti bácsi, hát akkor köszönjük előre is, meg a kutyák nevében is. Jennifer, az úgy mi volt? Itt a link, ide kattintasz, akkor rögtön bejön az utc, és akkor már lehet is lehet is adakozódni, aki szeretne. Hát az is bifi cukli jó van. Taylor, hagyjál békén. Poén, csak nem tudom kimondani, úgyhogy én lettem a poén, na mindegy.
Élettem a műveleti terület, gyerekek. Hát a tegye fel vírusítót, ezt mondtam neki én is, katona. Gyerünk, srácok, a fenti linkre, mehet az adakozás, srácok, lányok, így van. És akkor jön is a 19. kérdésünk, ami úgy szól, hogy melyik nem küzdősport? A jiu-jitsu, a capoeira vagy a daikiri? Egyébként több ismerősömnek is mondtam, hogy van csatornátok. Ó, köszönjük szépen! Nagyon aranyos vagy, hát ha egyszer benéznek majd hozzánk. Jó, és véletlenül volt az a vigy, mert nem értettem, ahogy mi van. De akkor most már értem. Réka szerint a capoeira, Bence C, Arti B, Taylor B, Jennifer azt mondja, hogy C, Heta C, Kálmán B, és akkor meg is vagyunk. Aki C-t válaszolt, annak üzenem, hogy a daiquiri az egy nem rossz koktél, de hogy a sporthoz nincs köze, az igaz. Csaba, maradjunk ma abban, hogyha tetszik, akkor gyere máskor is, mert már most öt válasz, vagy öt kérdésünk van, és az úgy lenne jó, hogyha az elejétől játszanál. Én szeretném, ha minél többen játszanánk. Szia, Erika! Puszi! Úgyhogy, ha gondolod, akkor jövő hét kedden lesz megint ilyen tesztes. Ha gondolod, nézd be, és akkor az elejére 19.50, azt fixre tudom mondani, és akkor tudunk játszani jót. Igen, katonának köszönöm van. A capoeira az brazil küzdősport egyébként. Igen, tudjátok, az a kis táncos kis dolog. Gyorsan, srácok, éhes vagyok. Hát akkor most szeretnék felidézni egy történetet. Na, gyorsan ezt letudjuk, aztán meg egy pár percet dumálunk itt a végén. 20. kérdésünk, milyen színű trikót visel a Tour de France éllovasa? Rózsaszín, pöttyös vagy sárga? Lehet róla szó. Rendben, Csaba, akkor várunk legközelebb is. Csak most tényleg most 25 kérdés, már most csak 5 van. Ha meg az elejétől játszanál, akkor az érre lehet törni. Én meg azt hittem, hogy csak tánc. Igen, egyébként a capoeira az úgy... Réka 1-es. A capoeira az úgy alakult ki, hogy ezt a, hát ilyen rabszolgák találták tulajdonképpen ki, hogy az őrzőik azt higgyék, hogy csak táncolnak. És azért van ilyen táncos kinézete, mert ők úgy adták elő, hogy az egy tánc, viszont közben kifejlesztették ezt a harc stílust, vagy küzdősportot. Rózsaszín, Jennifer 1-es, Bence 1-es, Taylor sárga, Kálmán is sárga, Taylor, jó van, nem, titán, Taylor az más, jó van, titán, gyógyulj meg, aztán szedd össze magad, nem, egyszer szedd össze magad és gyógyulj meg.
Ha paraszt megtámad orsilával, az is küzdősport, nem? Hát sportnak nem, az, nem igazán nevezném, de küzdő. Hát ha nem válaszoltál még, te fiú. Takó, Aikido szerinted mi? Az Aikido szerintem az, hogy nem válaszoltál a kérdésre. Úgyhogy akkor bam bam bam, lejárt az idő. Gyerekek, sárga. Az éllovas az sárga trikóba megy. Ezt csak így hozzátettem. Mit válaszoltál, Heta, ne idegesíts? Mit válaszoltál? Ja, elterelték a figyelmet, jó van, Heta. Most az egyszer megbocsátunk. Ha nem tudom, hogy az a de miért, az mire vonatkozott, hogyha a kérdésünkhöz kapcsolódik, kérdésünkhöz, na mi, igen, miért, szóval ha ide kapcsolódok, érdeztétek, akkor azért nem a rózsaszín trikó, mert az a Giro d'Italiának a éllovas trikója. A Tour de France-on sárga trikó van. Huszonegyes kérdés, nem soká végünk, nem soká végünk. Hopp, elszóltam magam, felrobban a föld. 21-es kérdés, ha aki ezt erre rosszul válaszol, azt bannolom. Egyébként nem. Milyen lapot mutat fel a játékvezető a labdarúgásban kiállításkor? Sárgát, pirosat vagy feketét? Taylor egy piros lapot kapott. Piros, Réka, piros, Jennifer, kettes, Kálmán, piros, Arti is piros, Heta is piros, Bence, ne vicceskedjél, mert kibannollak. Muszáj volt rád szólni, mert megsértődik Heta, ahogy csak őt baszogatom. 22-es kérdés. A férfi kalapács vetésben milyen nehéz a kalapács? 7,26 század kiló, vagy 8,3 tized kiló, vagy 6,5 tized kiló. Nem is tudom, mind gondolkoznak, hogy mit kéne bevezetni a piros lap helyett, vagy mi a... Hé, szia Balázs! Hát így a végére, az utolsó pár kérdésre. Kálmán, 6,5... Szia Norbert! Ó, nézd csak, jönnek az újak. Kálmán. Jennifer 8,3.
Köszi a válaszokat, srácok, egyébként mindenkitől, de legközelebb gyertek majd, hogyha tetszik ez, amit eddig láttatok, meg láttok. Legközelebb gyertek az elejére, mert úgy a jó, hogyha az elejétől válaszolgattok mindenre, és akkor mehet itt a küzdelem. Réka is 8,3. Heta is 8,3. Parti is 8,3. Taylor is 8,3. És akkor várjuk még Bencét. A Taylor egyébként is hallottam, hogy valamit be akarnak vezetni. Kék lapot akarnak. Igen, arról volt szó, kék lapot akarnak, és akkor kiülsz 2 percre, mint a más sportágokban van ez az időbüntetés. Ezt én is olvastam. Hát most... Mondjuk én annyiba támogatnám ezt, hogy... Milán igen beindult akkor. Hát igen, az örültem is ennek, viszont az Inter ellen kár volt az utolsó percbe becumikázni. Szóval én azért mondanám, hogy értelme van ennek a 2 percnek, mert vannak olyan kiállítások, ami abszolút nem az. De hát nem tudom. Valahogy ezt módosítani lehetne egy kicsit. Itt is remékszem, hát sajnálom, hogy én is úgy gondoltam, hogy... Igen, Gábor itt újabb promót ad elő a újaknak. Igen. A leírásban meg a Facebook oldalunk is ott van. Bence, már írtad. Tehát... Nos, hanyadik kérdésem, te. De tudom, egyébként 23-as. Melyik nem lovas szakág? A díjugratás, a galop vagy a számhúzó verseny? Gábor promó ember egyébként, igen, hát nagyon rendes. Tudja, hogy nekem most mással kell foglalkoznom, ő meg ráér. A Tibi, hát te nem tudom melyik válaszra... Hogy kérdésre válaszoltál, de... Tenshin B. Kalman B. Heta C. Taylor C. Hát a nemet nem fogadjuk el. Jennifer B. Réka C. Bence. Bence. Megvárjuk még Bence válaszát, aztán mondok valamit. Bence C. Tehát... Gyerekek! Szánhúzó verseny. Van egy szán. Előtt a kutyák. Az mióta lovas? C. Számhúzó verseny, nem lovas. Réka kérdezi, gyerekek, hogy amúgy nektek mi a, melyik a kedvenc sportágatok? Nekem a labdarúgás. A kedvenc, abszolút favorit. De én nagyon sokat nézek, tehát én NFL-t is nézek, NBA-t is nézek, snookert is nézek, Forma 1-et is nézek. Mit nézek még? Kézilabdát is néha. Vízilabdát, úszás. Tehát sok dolgot nézek, kocsmázás. Jaj, turbó, jól van, tudtuk. Szerintem most elalszok. Jól van, hát a két kérdés már nem bírtál volna ki. Nem baj, a jó éjszakát. Futás reggel a busz után, amúgy meg foci. És megnézzek viszont minden sportágat, írja Taylor.
Tenshinnek az F1 a kedvence, Heta az év foci még itt alvás előtt. Bencének az e-sport a kedvenc sportága. Ó, nézd csak a kis FIFA kocka. Rékának a darts. Ah, nem rossz az is. Én mondjuk nem szoktam annyira sok darcot nézni, néha viszont jó. Ne kérdezz nekem, hogy kik a játékosok benne, mert fingom nincs. Van az az öreg pali, én a múltkor azt néztem, hogy vaingált. Próbáltak már nekem magyarázni, hogy ki kicsoda, de hát... Csocsó! Lecsó! Na, közben dobjuk a 24-es kérdést, még válaszolgassatok nyugodtan. Meg ilyenek, de a 24-es kérdés pedig az, hogy hány pontot ér a büntető dobás a kosárlabdában? 1, 2 vagy 3? Titán visszatért és szavazott egy kettessel, azon kívül még Jézusom mindenki egyessel. Úgy látom, hogy mindenki. Szavaz Brian úr, örülök, hogy itt vagy, de hogy miért nem jöttél időbe. Kálmán 3-at ír, Jennifer 2-t. Oké, réka, igen. Mondjuk egyet írtál, de az egyes az egy, tehát ez trükkös volt. Mármint a egy, mi van? Az A az egy, jó, igen. Lényeg, hogy egyre gondoltál. Brian, tehát nem az, hogy lekésztett, hanem hogy mindjárt vége. Tehát hogy nem lehet megjegyezni a 21.50-et, nem is értem. Milyen 21.50? 19.50? A 21.50 az a vége? Jézusom. Meg vagyok már én is zergülve tőletek. Taylor, ennyi. Azzal a hajjal nem lehet bedobni. Tudom, Brian, most jön a poén, beszóltam neked, akkor te meg megeszed az összes ragott krumplit, mindig ezzel jössz már unalmas. Mondd a tenyérnek. Na, nem kosárról van szó, sportról van szó. Időben ide kellett volna érni, igazatlan óra, mehetsz kifele, nem mehetsz, ülj le. Na, 25. és egyben befejező kérdésünk a mai napra, Igen. 25. kérdés. Melyik ütőt készítik fémből? Ez most a standard változat, tehát hogy gyárilag melyik készül fémből. A baseball ütő, a jégkorongütő vagy a golfütő? Heta, lesz még nézőkkel live? Hát azt hogy gondoltad? Hogy nézőkkel? Mármint, hogy nézőkkel? Brian, de jó, hogy idejét én ne válaszolj. Arti C, Bence C, Taylor Golf, Tenshin Golf, Réka Golf, Kaman Baseball. Hagyjad már, Brian, ide jössz a végére, azt mondod, hogy perfekt lett van, hagyjad már magad. Tudtál volna összesen 4-et. Jennifer, Hetát várjuk, meg Titánt, ha még itt van esetleg. Heta golfot ír. Jennifer, nem itt vagy még csak én?
nem Brian úr, csak vannak olyan kezdeményezések, amihez megéri csatlakozni. Nem is az, hogy megéri, hanem hogy... Érted a lényeget? Jó van, Jennifer, oké, regisztráltam a válaszodat. Jó, Brian, az más tiszta, hogy neked nem nő az akárat, tehát most ez úgy nehéz lenne. Kinek nem jó a chat, Titánnak? Miért nem jó? Legyen jó. Pedig itt működik. Működnek dolgok. Minden. Szia Norbert, szia! Köszöntlek a csatornán! Ja, Jennynek nem jó. De jó, mert a C-t láttam. Be is írtam. Na, gyerekek, mai tesztünk ezennel véget ért. Még nem megyek, még egy cseppet maradok. Egy cseppet. A tesztnek vége, hogy körülbelül egy óra múlva kint is lesz a Facebook oldalunkon. Aki még nem követ, annak Facebookon, annak rend van a leírásban az oldalunk. Amit el kell, hogy mondjak, kinek jó, kinek rossz hír, csütörtökön nem lesz live. Arti, köszi, hogy voltál, és gyere máskor is, és a Facebookon meglátod is az eredményedet. Jó étvágyat, csá-csá. Szóval csütörtökön nem lesz műsor, mert egyéb elfoglaltságom van. Legalábbis eddig nagyon úgy néz ki, 95%-ig biztos, hogy nem tudok műsort gyártani. Viszont nem tudom, hogy Kurta úrnak mi lesz a hétvégi program, de szombat vasárnap egy vagy egy dumázós, vagy egy kis valami játékos, hogyha sikerül össze eszkábálni. Akkor az lesz. És már csak. Jó, hát még most mennyit késtem? 3 percet? Emporit viszont jól elpicsesztek, raktam is mixen, de az egyik angol kettő meccs elvitte. Angol másodosztály, te jó ég. Szia Balázs! Szia! Hát te is a végére. De te mintha már lettél volna itt, ugye voltál? Annyira fáradt vagyok most, hogy én nem tudom, hogy ki volt már itt, meg ki nem. A kukacnak milyen íze volt, Kálmán? Hát nézd vissza azt a műsort, és akkor megtudod. Tehát, ott van. Meg lehet nézni, hogy... Jó, nekem is rémlik a neved egyébként. Angol kettővel nyersz általában mindig. Hát én bár most semmire. Kurta mondta, mikor volt nálam. Hát akkor megtudod. Réka, jó éjszakát mindenkinek, én megyek, mert holnap 20. órám lesz a világ legidegesítőbb tanárával. Köszi Réka, hogy voltál, remélem máskor is látunk. Remélem tetszett, hogy remélem. Mi van? Na mindegy, szóval gyere máskor is. Jaj, hogy láttad a videót is? Hát nagyon, tehát olyan íze volt, hogy semmilyen, tehát konkrétan nem, hogy barbecue íze nem volt annak a dögnek, hanem hogy mintha fűrészport tettél volna egész egyszerűen. Mi lesz a következő dolga? Hát fogalmam nincs. Fogalmam sincs. Majd azt megtudjátok. Jó van, Brian, de te is inkább azt csinálnád, hogy promóznád az egészet, Gábor. Csinálja, látod, ha kérjük, ha nem. Na, az újaknak mondanám, meg a régieknek is, akik most jöttek még, hogy itt van fölöttem ez a fontos kis cucc. 26 napunk van még, össze kéne gyűjteni azt a kisebb összeget. A mai napon Tenzsin úr már egy ötöst megdobott a kutyakaják, vagy a kutyakajára. A leírásban van az ehhez tartozó videó, azt meg tudjátok ott nézni. Szia Jennifer, gyere máskor is, köszi, hogy voltál. És az eredményedet látod Facebookon?
Szóval, hogy szeretnénk karácsonyig összegyűjteni legalább ezt a 20 ezer forintot, hogy tudjunk belőle kutyakaját venni a menhelyen élő állatoknak, lévő állatoknak. Szia Kálmán, szia Csaba, jó éjszakát nektek, és szeretek máskor is. Fegyveres szervezetek, jó, hát a persze, jó, hogy nem szerzetesek. Igen. Úgyhogy akinek van egy kis elfekvője, az itt a link, a leírásban van a link, ott rögtön tudtok is küldeni. Természetesen, ahogy mondtam már egy pár szor ebben a műsorban is, mindenről számla lesz, Facebookon meg tudjátok majd nézni. Tehát nem magunknak rakjuk el, mert az nekünk jó. Hanem igen. Ez jó, meg azt mondtam. De ez a lényege. Na srácok, milyen volt a mai dolgozat? Tetszett? Most miért nyomtam ezt a gombot meg? Nem is azt akartam. Jó. Ja, és a kutyás videót meg is lehetne osztani saját oldalaitokon, meg ilyenek. Tehát tetszett, szuper! Veszélyes volt. De jön a következő dolog, a fegyveres szervek és vagyonvédelem. Hát azt mír? Hát arról mit lehet feltenni? Hát most... Meglátjuk. Katona elvesztett pár játékot a gépről. Mi hova lett? Mi lett vele? Vagy hova lett? Vagy mi lett vele? Művészet legyen. Az igen. Művészet. Művészet legyen, vagy mi a retek? Profi lennél a művészetbe, katona? Tudom, hogy nem arra írtad, de ez most így jól jött ki. Miért van itt ilyen csend? Heta, oké, mihez? Mi van? Legyen felvilágosító óra katonának. Ó, ez súlya volt. Katonának ilyen fehérje testépítő óra kellene. Elbántsátok már, jó gyerek ő. Csak ügyesen titkolja. Következő dolga legyen a csillagászat. Tenshin, te viszont nem mondasz hülyeséget. Megjegyzem, a következő nem az lesz, mert én már tudom, mi lesz a következő. Mert legyen témazár. Hát mindegyik témazáró, mert mindegyik egy témáról szól. Eltűnt a külső merevlemezről. Annyira jó gyerek, ha alszik enni se kér. Hát az te is annyira vagy jó egyébként. Ha felkelsz, már indul a parádé. Szóval a csillagászatot feljegyzem, de ma is majdnem más lett, mert én már akartam egy témát hozni. A tesztbe. És az lesz a jövő hét kedd, az biztos. Tehát akkor úgy látom egyébként, hogy csütörtök nem hatott meg titeket. Nem baj. Szóval csütörtökön nem leszek, ez majdnem biztos, ha mégis, akkor meg kireszdobva a link ide oda mindenhova, és akkor tudtok jönni. De valószínűleg nem. Jó volt a legsikeresebb a mai nap. Oh. Ennek örülök. Na, azt mondja, hogy... Jé, gyerekek, nagyon királyok vagytok. Csomó pacsi jött, egy csomó feliratkozó. Csomó, inkább sok, a csomó az más. Azt, ha csütörtökön nem lesz, akkor mikor legközelebb? Szombat, vagy megint kedd?
Hát ez az Taylor, hogy nem figyelsz, ne szívjál most annyit, mert mondtam, hogy... mondtam, hogy Kurta úr hétvégétől függ, hogy szombat vagy vasárnap nyomunk vagy egy játékot, vagy egy beszélgetést. Szerintem valamelyik lesz, tehát a hétvége az még eddig jó. Aztán majd meglátjuk. Hú, gyerekek, az baj, hogy én rohadtul elfáradtam a mai napban. Netiket. Ojojojojoj, hát a... Valamit igyál meg, gyerek, mert ez már vírusos lesz. Épp ez az, hogy nem szívtam. Hát Taylor, akkor azért beszélsz félre. Nem tudod megjegyezni, ha nem szívtál. Oh. Írd fel papírra. Na jó van, gyerekek. Igazság szerint végeztünk a teszttel. Csak benne aludtak. Miért? Jó lenne, nem? Ilyen live. Akkor aludj. Most akkor aludjak, vagy ne aludjak, vagy mi van? Katona, ennyi. Jaj. Etikett. Etikett. Azaz, majd valamit kitalálunk, gyerekek, ezeket. Én megjegyzem egyébként. Annyi biztos, hogy jövő héten az én ötletem jön. Haha, viszont ezt a tesiset, ezt tikertétek. Orosz rulett lesz a kövi live-ba. Igen, Kurta fogja csinálni. Monarchik is lenne, hát most... Nem sorsolom ki a Remingtont, most vettem, hagyjál már! Nem baj, hát az... Nem gondolom, hogy az egy ilyen teszt... téma lenne. Jó, na, srácok, szerintem bezárom a mai napot mára, ha jó, hogy nem holnap zárom be a mai napot, na mindegy. Igen, remélem, hogy ez is tetszett nektek ez a teszt. Állatvilág kellene, ha már kutyusokról van szó, hogy mi az összenet, az is lesz, de nem jövő héten. Volt ugye a biológia, állatvilágot tényleg külön akarom, úgyhogy ennyi. Meg lesz célról, nem lesz ezzel gond, lesz az is persze természetesen. Na, köszi, hogy voltatok, gyerekek, remélem tetszett a teszt. Köszi a lájkokat, a feliratkozásokat, meg a mindenséget, a megosztásokat is. Meg Tenshin, köszönjük az újabb felajánlást az állatok részére számára, szóval nekik. És akkor szombat vagy vasárnap jövünk. Arról meg még érdesültök majd a Facebookon. Katona bezárja a hetát? Mi van? Na jó, nem tudom. Annyi a lényeg, hogy ennyi. És akkor számítsatok rá, olyan 40 percen belül kint lesznek az eredmények a Facebookon. Köszi, hogy voltatok, jó éjszakát mindenkinek, sziasztok!